Sziasztok, Zsolt vagyok. Mai videónkban megnézzük a Geon Vetcoat Q2M új verzióját. Mivel nagyon szeles az idő odakint, ezért most nem mutatom meg, és a fényviszonyok meg itt nem a legjobbak. Úgyhogy majd kint megmutatom, ott úgyis már zene lesz alatta. Igen, tehát a mai videóban tartok egy gyors kocsimosást, fel fogom gyorsítani a videót, mert ugye arról már van kismillió, és majd a végén, amikor elérünk a Geon Vetcoathoz, akkor lelassítom, és utána a végén pedig tartok egy összegzést, úgyhogy kezdjük is!
ezzel a végére is értünk a videónak. Mindenkinek tudom ajánlani a terméket. A fényesség, amit biztosít, a könnyű használat, hogy csak ráfújjam és leöblítem, ez egyszer, valamint a víztaszító hatás, ez egyszerűen hihetetlen. Tehát ilyen egyszerűen használható terméket én még speciál nem próbáltam. Nem azt mondom, hogy nincs hasonló, vagy még esetleg akár jobb is. Még nálam nem járt ehhez hasonló. De hát ugye nemrég kezdtem a csatornát, úgyhogy idővel majd megfordul még több termék is a kezeim között. Egy kis apró betűs, hogy eleget tegyünk a YouTube szabályoknak. A terméket, a Gion Vetco-t nevezetű terméket ingyen biztosította számomra a www.polirtech.hu, de ez nem egy fizetett hirdetés, nem kapok érte semmilyen fizetséget, hogy bemutassam nektek, az őszinte véleményemet látjátok, halljátok, úgyhogy megint csak annyit tudok mondani, hogy nyugodt szívvel tudom mindenkinek ajánlani. Egy fontos megjegyzés, rajta van a leíráson is, hogy közvetlen napsütésbe, napsütésen ne használjuk. Igaz is, én a felét úgy használtam, fele kocsin úgy használtam, mivel kicsit későn kezdtem el az autómosást ma, és már elment az árnyék, viszont időként a felhők eltakarták a napot. De ettől függetlenül, ahol a napos oldalon használtam, ott bizonyos helyeken a legjobb akaratom ellenére is, és a sok öblítés ellenére is foltos maradt, viszont ahogy a videón láthatjátok, néhány helyen többször is átmegyek a mikroszálas kendővel, úgyhogy elég könnyen le lehetett róla húzni ezt a rászáradt kis maradványokat, de ez nem volt olyan vészes, meg hát úgy használtam, ahogy nem kellene, viszont az árnyékos oldalon teljesen frankó. Kifejezetten az üvegeken és az ajtók alján látszott a napos oldalon, hogy foltos maradt, mivel ugye gyorsan rászáradt, nem tudott elég hamar lefolyni a víz, viszont még egyszer, tehát elég gyorsan le lehetett törölni, és utána nyoma sem maradt. A víztaszító hatása, ez hihetetlen, tehát tényleg nagyon jó. Jó, hát igazából ennyi is lenne akkor ez a videó. Amennyiben tetszett, akkor légy szíves, nyomjátok meg a like gombot, ezzel is támogatva a videóimat és a csatornámat. Iratkozzatok fel, ha úgy érzitek, és ha így tettetek, akkor nyomjátok meg a kis csengettyű gombot, így nem maradtok le egyik új videómról se. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és találkozunk egy másik videóban. Sziasztok!